tisztelt megemlékezők, kedves Fonyódiak! Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket Fonyódváros önkormányzatának nevében a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Örülünk, hogy ebben a nehéz évben is méltóképpen tudunk emlékezni. Köszönjük Önöknek, hogy velünk együtt emlékeznek. Van egy régi anekdóta a rendíthetetlen zászlóvivőről, aki valamikor a trianoni békeszerződés utáni években elhatározta, hogy körbeutazza a diktátum előtti Magyarországot, hogy mindent és mindenkit hátrahagyva gyalog járja be a történelmi határokat. Vállalkozása veszélyesnek ígérkezett, hiszen batyujára a nemzeti színű kokárdát tűzte, vállára pedig zászlórútként tölgyfavesszőt támasztott, amelynek végén ott lobogott a magyar trikolor. Utazása során sokszor szöknie, bújkálnia kellett, míg a magyarok étellel és vízzel kínálták, a kopott bakancsa helyett újat adtak neki, addig mások kinevették, átkozták, kővel dobálták, megverték és kirabolták. De ő csak ment tovább, büszkén a magasba tartva a magyar zászlót. Mikor évek múltán visszatért a falujába, sokan kérdezték utazásairól, de ő mindig csak így felelt. Láttam hazám teljes fenségében. Végre újra otthon éreztem magam, hiszen sosem mentem el, csak hazatértem. Egy évvel ezelőtt is találkozhattunk művész úrral itt Fonyódon, szintén a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségen, de hát ez az egy év ez elég hosszú volt, és nem volt könnyű, nyilván senkinek, művész úrnak sem gondolom, és mivel azt is tudjuk, hogy ezek az előadások nagyon komoly, mély érzelmeket váltanak ki, mennyiben változtathatott ez az egy év és ez a sok viszontagság, ami történt velünk a világban? Bár lehet, hogy szégyellnem is kellene, de nem szégyellem. Az első előadás ebben a turnéban, ebből a turnéból kiskörösen volt. És másfél évi nem ezzel a darabbal, nem nézőközönség elé állás. Másfél éven keresztül ezt nem tudtam mutatni, nem tudtam vinni, nem tudtam odaállni a nézők elé, hogy tessék, ezt szeretném adni. Azt váltotta ki belőlem, hogy előadás végén, amilyen gyorsan csak tudtam, rohantam az öltözőhöz, ahol magamra csuktam az ajtót, és mint egy taknyos kölyök bőgtem. Nem tudtam, hogy ilyen érzést vált ki belőlem. De ez volt. Ezt teszi az, amikor a szerelmünkkel nem lehetünk együtt. És igenis, nekem a színpad a szerelmem. Másfél évi nélkülözés után, de nagyon jó újból találkozni a nézőkkel. Trianon valójában egy régisebb, de nem csak a magyar nemzet lelkén, hanem a világtörténelem és a mindenek felett álló igazság testén is. Ezt a sebet azonban az elmúlt 10 évben közjogi nemzetegyesítéssel gyógyította a magyar nemzet. Ennek köszönhetően mondhatjuk ma azt, hogy bár 101 éve külön vagyunk, de örökké együtt leszünk. Hogyha a Nemzeti Összetartozás napja, vagy a trianoni békediktátum szóba kerül, mi az első gondolata, milyen érzelmeket vált önből ki ez a történelmi esemény sor? Röviden, egy szóban, gyomorszorító, még egy szóban, szégyenletes. Egy kifejezés, kikérem magamnak, hát úgy nagyjából ezeket jelenti. Jártunk még régen kis Trianonban, és nagyon pocsék érzés volt, borzasztó érzés volt. Igen, mondják békeszerződésnek ezt a diktátumot, ami katasztrofális következményeket szándékozott Magyarországra testálni, de mi ennek ellenére vagyunk, élünk, itt vagyunk, és teljesen mindegy, hogy most hol húzódik a piros csík, mi akkor is változatlan létszámmal itt vagyunk. Kedves európaiak! Mindenek előtt kedves Hamburgban hátrahagyott feleségem és legkisebb gyermekem. Hát megérkeztünk New Yorkba.
Először is sem szabadságszoknak, sem felhőkarcolókat a mai napig nem láttam. Láttam ködbevesző dokkokat, ocsmány olajos vizet sok döglött hallal, aztán kiszálltunk és láttam egy hatalmas csarnokot, kilométer hosszú födött üres hodályt, és ott várnunk kellett, amíg a csomagjainkat kirakták. Mrs. Fay már 9-től ott várt, de nem tudtunk összekerülni 5-ig, mivel engem nem eresztettek ki, és őt nem eresztették be. Másfél órát autóztunk New Yorkon keresztül. Képzelj el, 3 sor egy irányba haladó autót egymás mellett egy utcán, és 3 sort visszafelé. Minden 200 méteren piros lámpák, amelyik sorba belekerülsz, azzal élsz és halsz, és mint nagy kocsik, óriás kocsik. Én viddel előültem a nő mellett, és a nő beszélt, és én nem értettem belőle egy szót sem. A mai estnek Vas Albert életműve az alapja, de egy interjúban láttam, hogy amikor a hátteréről volt szó, akkor Koltai Gábor filmrendező neve és egy film került szóba. Mi ennek a története? Hogy jött ez az est? Koltai Gábor van természetesen a dolog középpontjában, centrumában, hiszen tőle kaptam egyszer egy felkérést az Adjátok vissza a hegyeimet című nagyjátékfilm szerepének eljátszására. Nem tudtam, amikor a felkérést elfogadtam, nagy örömmel természetesen, hiszen Gáborral már több alkalommal dolgoztunk együtt, teszem azt Gödöllőn, szabadságnapi rendezvényeken. Nem tudtam, hogy ekkora hatással lesz rám. Nem tudtam, hogy a forgatás Erdélyben dolgoztunk, Isten székén például, káprázatos helyszíneken. Nem tudtam, hogy ilyen mély benyomást tesz rám, és amikor megvolt a film bemutatója, premierje a Hungária Uránia filmszínházban, a Rákóczi úton, akkor azt éreztem, hogy csodálatos, hogy itt van, megvan. Na de rögtön megjelent egy óriási nagy hiányérzet, hogy na de hol van ebből Rékasi? A film elkezd járni az országban, és a film tud találkozni a nézőkkel, én meg nem. Nagyon-nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott az, hogy az az érzés, ami tényleg lenyűgöző volt és a hatalmába kerített a forgatási helyszíneken, azt hogy tudnám átadni? Mindazokkal együtt, amiket Gábor szeretett volna közölni, mondani a nézőknek. És megkértem, hogy legyen szíves szerkeszteni nekem egy irodalmi estet. Gábor az irgalmatlan tudásából fakadóan egy 3 órás előadói estet tervezett meg, és kértem, hogy ezen egy picit változtassunk, mert talán nem lesznek képesek az érdeklődők sem ülni 3 órát a fenekükön egy-egy irodalmi esten, mert hiszen az, és megengedte, és így lett egy órás előadás, amit egy másik barátommal, Tóth Zoltánnal kiegészítettünk. Nem egy szokványos irodalmi estet láthatnak a nézők, hanem videóval, zenékkel, és a többi. Tehát vélhetően egy izgalmas óra előtt állnak a nézők, akik ma ide készülnek hozzánk, ugyanis abszolút módon részt tudnak venni ők is az előadásban, válogathatnak. Akarom nézni a videót, vagy ezt a pasast, akit jön, megy és mond bizonyos dolgokat? Tehát nem egy unalmas helyzetre vannak kárhoztatva a nézők, hanem részt vehetnek az előadásban. Ez volt a célunk. Remélem, javul az állapotod és tüdőbetegséged enyhül. Ez nagyon fontos lenne, mert aki tüdőbeteg, azt nem engedik be Amerikába. Ölelem, csókolom mindenkit, ahogy illik. Persze a kis bandit is. De jó, hogy még ott van. S téged nyuszikám sok öleléssel és csókkal vár. De nagyon vár. Albi. Mr. Vas. Itt neveznek így. Grófnak lenni nem jó, mert sok szélhámos európai elrontotta a grófok hírét.